valaki, aki nagyjából 50 évvel ezelőtt beköltözött szinte valamennyiünk nappaliába, és azóta is feltűnik ott rendszeresen. Jó estét kívánok! Az 1968-as Ki mit tudban tűnt fel, akkor még mások hangját és gesztusait használta, de hamar rátalált saját magának, és azóta is rengeteg boldog percet szerez, és hát akkor is szerzett nyilvánvalóan a színház értő és színház szerető közönségnek. Díjainak tulajdonképpen se szeri, se száma mindent megkapott, amire színész csak vágyhat, miközben ő sosem díjakat akart kapni, csak azzá szeretett volna válni, aki végül is lett. Hetente egyszer a rádióban is hallható mostanában, sőt, versmondása miatt az utóbbi időben felfedezte a világháló, erre majd még visszatérünk. Először megmutatjuk, hogy hogyan él is a hétköznapjait. Baboly vagy, pacsirta típus vagy? Későn fekvő, és későn kelő, ha egy mód van rá, és hagyják, hogy aludjak. Mivel indítod a napodat? Hogy fölkelek. Este bor vagy sör? Fröccs. Fröccs, hosszú ideig sörös voltam, és egyik napról a másikra valahogy valami megváltozott, és aztán nagyon kemény munkával kellett átállnom a fröccsre, de az viszont nagyon kell, és viccet véletve nagyon kevés borral, mert egy előadás után néha úgy érzem, hogy meszet tudnék. Tehát annyira ki van száradva az ember, hogy ezt valamivel pótolni kell. Félig tele vagy, félig üres a poharad? Nekem mindig üres. Marha pörkölt vagy homár? Homárt nem ettem még soha életemben, úgyhogy marad a marha pörkölt, de bármilyen jó nézzek ki, abszolút nem érdekel a kaja. Mi van a pénztárcádban? Ha rengeteg apró pénzzel, hogy tudjak parkolni, és mindig van bennem annyi pénz, ezt még a postoktól tanultam, hogyha most például mondod, hogy meghívlak ebédre, hogy ki tudjam fizetni, tehát annyi pénz legyen nálam, hogy még egy embert meg tudjak hívni ebédre. Nem hívok meg senkit ebédre, csak hogy a biztonság kedvé legyen annyi legalább. Melyik könyvet olvastad a legtöbbször? Biztos, hogy Bulgakovot olvastam, a Mester és Margaritát, ami egy alapkönyv, és Karintit minden mennyiségben, előről, hátulról, visszafele, és Márait nagyon sokat, és nagyon sok könyvet olvastam. A többszöri dolog az pedig olyan dolog, hogy van, amiket néha 4-5 évente el szoktam olvasni. Kit hívsz, ha baj van? Feleségemet. Mit nézel meg először egy nőn? A szemét. Mindenféleképpen, és az eszét. Aztán egyéb testrészeit is természetesen, de ez már az, hogy valami kapcsolatba kerül. Manapság különben is nagyon vigyázva kell ilyesmire válaszolni, mert rögtön úgy tűnik, hogy abuzálok valakit. Tehát ma már nem nézem meg a nőket, egyáltalán nem nézem, és elérjük azt, hogy ne is nézzük meg a nőket, hogy ott egye őket meg a fene magukba, ugye e felé megy a világ. Mi a kedvenc időpocsékoló tevékenységed? Például most, hogy itt ülök és válaszolgatok ezekre a kérdésekre. És ha már ez a kedvenc időpocsékoló tevékenysége, akkor tovább faggatom a Krizsó vendége, Gálvölgyi János. Szia, drága, foglalj helyet nálunk. Én üljek le, hogy milyen udvarias vagy. Én még így tanultam, jó estét kívánok. Te örülök, igen. Hogy a... Most vagy a fotel nagyon rossz, vagy én születtem törpének, de mindegy. De figyelj, most már jó, mert most már leír a lábat. Azt valami... Petőintézetnek valami külön kiadás. Igen. Annak az örülök, hogy jókedvű vagy, mert videót nézni. Ez jókedvnek számít, nem tudok. Nem tudtam, hogy... Talál az ember egy rossz széket, és halálra röhögi magát, de... Rájöttem, ha előrébb csúszunk, akkor így előny. Ezzel így elveszünk meg jobban is látok. Egy olyan fél-egy órácskát, hogy el tudunk ezen így beszélgetni. Ez a visszatér van a videóra, ott azért nem volt annyira jó kedve. A végén már egy kicsit felnevettél. De... Már milyen videó? Ja. Ezt tudod, amit itt most mutattuk, ja, a kedves én nem, nézőknek. Kérdeztem, hogy meg tudom-e nézni. Azt mondták, meg tudom nézni, de ott, itt által kimegyek, megvártél után, ott van egy, ott viszont nincs hang. Itt viszont meg tudom hallgatni, de nincs kép. Aztán... Feladtam, amit elbeszélgettem a kollégákkal, mondom, abból nem lehet baj, hát nem.
Jó volt különben? Jó viszont. Kérdezzük meg, jó volt? Nem tudom már, nem emlékszem. Köszönöm szépen. Hát biztos, hogy jókat mondtál. Mondjuk egy meglepő volt. Bár tulajdonképpen nem annyira meglepő annak, aki ismert téged, de azért azt mondtad, hogy neked mindig üres a poharad. Igen. És ez olyan... Most például nincs. Mondom, azért nem véletlenül mondok én dolgokat. Erre tettünk különben ilyen kis üvegpoharat, csak nehéz elővenni, mert ugye akkor reklámoznánk egy bizonyos ásványvizes céget, de ott van egyébként majd egy sütyiban, akkor nagyon szomjas. Szívószállalban. Vagy infúzióban bekötjük. Ez nem jelenthet gondot. De egyébként tényleg... Azért én azt tudom rólad, hogy néha hajlamos vagy, sőt nem csak néha, tehát hogy viszonylag sokszor vagy hajlamos arra, hogy úgy rossz kedvű legyél, miközben a nézőket állandóan nevetteted. Ez így együtt jár szerinted? Tehát, hogy ott hol lehet, nem? De ez nem azt jelenti, hogy az ember rossz kedvű, hogy mondjam neked. De ez egy borzasztó, most olyan, nézem a műsorodat, és nézem a kollégákat benne, szeretnék olyan nagyon mély lenni, olyan nagyon művész. Nem. Hát attól, hogy az embernek van egy foglalkozása, vagy egy hivatása, este 7-től 10-ig, az nem jelenti azt, hogy utána hazamegy, meg előtte ugyanazt csinálja. Tehát én mindig mondom, hogy egy sebész hazamegy, hát nem trancsőzze fel a családját. Szóval volt 4 van belem, de még van bennem egy. Úgyhogy bennem maradt még valami. Úgyhogy nem. Én általában nem. Ez egy rossz tulajdonság egészen biztos, nekem rossz. Aha. Néha a szegény családomnak is rossz, de általában én ezt próbálom legyőzni. De biztos, hogy attól vagyok ilyen hülye szemű, hogyha például süt a nap, meg minden, meg itt nagyon szép, tiszta minden, azért látom, hogy van egy kis kosz, amit ember nem venne észre, csak én látom, és akkor azzal elvegyek azzal a kosszal, tudod? De így vagyok az élettel is. Csak az életben baromi nagy kosz látok, tehát mitől legyen jó kedvem. A bohócokat még mindig gyűjtöd? Igen, hát nem, kapom. Ja, ez kapod. És életem nem gyűjtöttem, most is kaptam, a rádióban le volt adva, és most köszönöm meg a kedves hölgynek, mert Pili nénit írta rá, hogy kapok bohócokat, de nem szoktam venni, tehát nem meglátok egy bohócot, és akkor megveszem 40 000 forintért, én kapom. Ha elkezdtem volna annak idején Napóleon aranyot gyűjteni, azt terjed el rólam, hát lehet, hogy már nem ülnék itt, úgyhogy boldogan ülnék itt, csak hát sokba került volna, hogy ide hozzatok valahonnan engem. Na jó, de azért honnan jött ez a bohóc? Akkor valami miatt hozzák neked a bohócokat? Tehát... Onnan jött, hogy én amikor főiskolás voltam, még volt Szovjetunió, ez még abban a rohadt egy párt rendszerben volt, és akkor főiskolásként, csereüdülésként tanulmányúton kim voltunk, és én, nekem a cirkusz az mindig az volt a csoda. Én láttam gyerekkoromban a Fővárosi Nagy Cirkuszban bohócokat, és akkor például az első nagy verésem a szakmáért az volt, hogy hazamentem, és próbáltam megfejteni, mi a titka külsőleg. Azt láttam, hogy fehér az arca, és akkor elképzelhető, egyedül voltam ott, a nagymamáiknál laktunk, hogy a fehéret az úgy kell létrehozni, a nagypapa még ilyen borotva habbal kente magát, hogy azzal bekentem a homlokomat is. Majd mi van még fehér otthon? A liszt. És akkor lisztel még, az úgy megkötött, mint az istenverése. És anyám rúzsával még kirúzsoztam magam, és ott fintorogtam a konyhaablakban a gyerekeknek, akik halálra rögték magukat. Mondtam, hát jó úton vagyok, ez már a siker maga. De aztán apám még nem így honorálták a dolgokat. Tehát nekem a cirkusz egy ilyen nagy vonzódásom volt. Ugrottam Szovjetunió, eljártam ott cirkuszban, ott láttam Oleg Popovot, a világ egyik legnagyobb bohócát. Imádom a bohócokat, a jó bohócokat, és hoztam egy Oleg Popov babát, vagy nem tudom, 70 kopek volt, és akkor ugye elterjedt, hogy a gál, vagy szerette a bohócokat. Premierre ez egy olyan szakma, egy ilyen női szakma, hogy puszizzuk egymást, de jó voltál, de jó puszi, folyik a nyáli végig. Vakidegen emberek ölelik meg az embert, és akkor azt a kollégák, meg mit adjunk a hülyének, mert van premier aján, de neki jó lesz egy bohóc. És akkor van azt hiszem 370, nem tudom hány bohócom volt egy kiállítás belőle, azt elvitték, egy muzeológus jött, aki az egyiptomi piramisokat is összeírta. Összeírta a bohócaimat, majd visszahozták a dobozokat, és akkor elkezdtem kibontani, azt mondta nejem, nem, ezt már nem. Azóta tele van megint a lakás bohócokkal, úgyhogy egy vándorkiállításra hajlandó vagyok, de nem szívesen adnám oda. Szeretem, na kész, ennyi.
De az igaz egyébként, valaki azt mesélte rólad, hogy te alapvetően egyébként el tudtad volna magadat képzelni bohócként is, tehát... Amikor nem vettek fel a főiskolára, akkor Ötvös Gabi bácsi, na látod, van másik, fölajánlotta nekem, hogy beszállhattam volna én abba a számba, tehát én vettem volna el tőle a trombitát, és akkor nekem az nagyon, nekem a cirkusz az olyan varázslatos dolog, hogy na, csak a külsőségeket láttam benne, ahogy a színházban is csak a külsőségeket láttam 79 évvel ezelőtt, amikor még gyerek volt. Olyan érdekes, a kor az valahogy mindig mindenkivel szóba kerül, mert ha a pasikról van szó, szeretném ezt azért így nyomatékosítani, de hogy te idén leszel 70, ezt viszont szerintem így el? Én? De hogy ezt tényleg úgy nem lehet rólad megmondani. Hát, mert én nem is mondom. Hát ez egy borzasztó fura, az ugye az ember egy kicsit megtorpantam ettől a dátumtól. Az egyik színház, nem mondom meg, egyik színház igazgató behívott, és azt mondta tavaly decemberben, hogy jövőre lesz egy nagyon szép valami jubileum, hogy szeretnék a segítségedet kérni. Mondom, boldogan, hát az úttörővel tud segíteni, és akkor kiderült, hogy az én születésnapomról van szó. Fura. De fura nekem az 50 év is, tehát hogy mit hallottam azért félfülel, hogy 50 éve vagyok a színpadon, ez egészen elképesztő számomra. Gondolom, nézni milyen borzasztó lehet, érted? De nem érdekel, úgyhogy az nem. De nagyon vágytál a színpad világába, tehát, hogy igazából azért akkor ennek örülnöd kell. Hát örülök is, hát most csak nagy képűsködtem. Ennek azt is kell néha, hogy... Jaj, de unom az egész. Igen. Persze, hát hogy a csodában örülnék. Azért... Egy kicsit, azt nem tudom, hogy lehetett látni a nézőtéren, azért most, hogy a korról beszélünk, azért nem voltál teljesen felhőtlenül, legalábbis a szemed az nem mosolygott annyira, mint ahogy szokott. Zavar egyébként? Tehát, hogy foglalkoztat téged a kor, meg az, hogy öregszel, vagy nem tudsz esetleg mindent úgy megcsinálni, mint régen? Olyan vagy... nincs. Nem. Tudod, mi a döbbenetes? Ahogy a kéményseprő mondaná, hogy a koromhoz képest jól nézek ki, hogy valahogy az idő, vagy az a kor, amiben mi most élünk, úgy eltolódtak. Én úgy érzem, hogy úgy megálltam, most aztán nagyon hülyéket mondok, olyan 40-45 éves koromban, és én úgy érzem magamat. 3-4 évvel ezelőtt volt egy ilyen szemműtétem, mert sokáig szemüveges voltam. Az az első döbbenet, amikor láttam a szememmel a tükörben, azt mondtam, hogy nem lehet, nem én vagyok meg. Hogy ki a bálat rakta ezeket ide? És mert fiatal színészkoromban ilyen feketével, meg barnával festettem, hogy jó, ki egy férfi a szemem legyen. Nem, inkább nem azt, hogy nem tudom megcsinálni, hogy meg tudom csinálni. Annyi mindent tudok már, úgy érzem, hogy most kellene, de hát most nagyon szalad az idő. Tehát már annyi nincs előre, mint amennyi hátra van. Hajdú Sztíven beszélgetünk pár szót arról, hogy Hajdú Sztíven. Ismerősen neve? Lehet vele beszélgetni? Nem. Csak hülyéskedtem, de komolyan gondoltam. Igen? A Heti Hetesről ugye együtt szerepeltetek ott, és megkérdeztem tőle, hogy neki hozott vagy vitt inkább a konyháról konyhára az, hogy mégis a politikai véleményét kifejtette. Ő azt mondta, hogy neki inkább hozott. Neked hozott vagy vitt? Hajdú Sztívennek hozott? De ő mondta a szájából, de mit hozott neki? Hát mondom, ismertséget. Ja, úgy igen, hát a kutya nem tudta előtt. Nem. Úgy igen. A májammal van. De nem. Nekem például, mert ismert voltam, tehát vitt. A Heti Hetes miatt, de engem ez mélyen nem érde, ez olyan fokon, hála Istennek. Ugye Kelly Anderson mondta, hogy az öregkornak is megvannak a maga szépségei, és mondta, hogy egyet mondjál. Hát én kettőt mondok, például ez, hogy már nem érdekel. Fütyülök rá, most vitt. Nagyon sok, van olyan hely, ahova, de ilyen kamerás hely, ahova például nem hívnak. De nem is mennék, de nem hívnak, mert csak a Heti Hetes meg a nem tudom. Nem érdekel, fütyülök rá, hát nekem már olyan mindegy. Az nem hiányzik egyébként, hogy kifejtsd a közállapotokról a véleményedet? Nem, miért? Ki vagyok én? Hát miért, ahogy kiálljak és ki... Miért? De... Hát annyi hülyét látok, ki ezt csinálja helyettem.
Nem, hát nem. Dehogy, hát én ebben a bizonyos műsorban, ahol a Hajdusztív kajácsán, én ebben se éreztem, hogy én abban valamit megmondó ember vagyok. Ne. Az borzasztó, amikor az ember komolyan veszi magát, és úgy érzi, hogy baromint fontos dolog, amit én mondok. Én például soha föl nem hívtam a szerkesztőt, a kivágtak belőle, nem tudom én mi. Volt olyan kollégával, hogy kell kivágni belőlem, fontosakat mondok, de én nem éreztem soha ezt, hogy én vagyok a Teddy. Nem érzem, hogy nekem bármit ki kéne nyilatkoztatnom. Igazából nem is kellett volna mondanod, hogy a Teddyt idézted, mert hogy nagyjából a hanghordozásodban egyből kitaláltuk, hogy Farkasházi Tivadar. Öldöngős. Annyira tudom. De hogy ugye ezt már gyerekként elkezdted a színészek utánzását. Igen. Ez beled született képesség? Vagy biztos. Igen? Az érdeklődés az is valami flug lehetett nálam gyerekkoromban. Biztos, hogy én azt hiszem, hogy ma már tudom, miután tanultam a főiskolán beszédtechnikát, meg hát ez a szakmám, hogy lehet képezni hangot, hova teszem a hangom, amikor. Mondták Imrével, aki egy csodálatos beszédtanár volt, és sajnos nagyon fiatalon, és nagyon ostoba módon halt meg. Kérlek szépen, volt a rádióban egy sorozata, ahol én illusztráltam azt, amit ő elmondott, ő is ragyogóan utánzott. Tehát, hogy vannak a pátétkára, hogy... Tehát, hogy hova teszed meg, ezt ma már tudom, gyerekkoromban nem tudtam, csak jött. Nekem borzasztó egyszerű volt az életem, azt mondtam, hogy van nekem egy fülem, meg van egy vetítővászon. Tehát azt mondom neked, hogy nem tudom, Latinovics Zoltán, talán emlékszel még rá, mert megkérdezem mindig, mert nem nagyon tudják már sajnos. De ezt most adott komolyan, hogy nem tudják, hogy kezel a Tönovics Zoltán. Dehogy mi nem? Dehogy halál komolyan mondom. Dehogy, miért tudnák? Hát fölnőtt már nem tudom, hogy generáció. Tehát látom a Latinovics arcát, látom a száját, és itt hallom a hangját, és csak nekem azt, amit látok, azt kell nekem le. És ez idejön. Hogy ez hogy működik, ezt elmondani nem tudom. Elmondanám, ha megfizetnék, de nem tudom elmondani. Ez egy gyerekkori botlás lehetne, hogy baromira érdekelt a színház, tehát hogy biztos nem futballistákat utánoztam, az is nagyon kedvem. Mert tudjuk, hogy szereted a focit, azt az igen, és más stadionjaim lennének, ha magamban rohangálhatnék. Nem. Hogy engem semmi más nem érdekelt, és a Jóisten megadta nekem azt, tulajdonképpen egy kis kitérőben, amikor nem vettek föl, hogy én 50 éve azt csinál, olyan kevés, a világon kevés ember van, aki azt csinálhatja, amit szeret. Hogy nekem a hétfő, nem hétfő, én emlékszem, hát én dolgoztam a Révei Nyomdában 3 éven át, és már a szombatom, lásd telepohár üres, már a szombatom arra gondoltam, hogy jön a hétfő. Tehát nem arra gondoltam, hogy holnap vasárnap, hanem hogy jön az a rohadt hétfő. És most ez, hála Istennek, 50 éve nincs. Egyébként gyerekkorban ki volt az első áldozat, akit elkezd utánozni? Ugye én bábszínházaztam, és ezt már elmondtam, és nem akarom mondani önöket, bár ez a műsor tulajdonképpen. Nem. Ezt majd kivágjátok. Nyilvánvaló. Szóval bábszínházaztam, és ugye az emberek két keze van, szerencsés esetben nem volt nagy baj. Vagy nem, ez a tűzszerész volt, de ez a Csákány Naci mesélte, hogy forgattak egyszer valahol ilyen tűzszerészeknél, és mondta, hogy nem beszéljes szakom, azt mondta, Pali, úgyhogy kérlek szépen, tehát két kezem volt, és ugye mindig hallgattam a rádiókabarét, mert akkor volt rádiókabaré, volt a rádiónk, mert tévénk nem volt, és meg tévé sem volt még, és akkor ott volt a Rátonyi Robert, Kabos László, és ezeket én hallottam, és akkor én magamnak, amit én hallottam, amit ők elmondtak, azt hogy próbáltam megjegyezni nagyjából, és azt én leutánoztam a bábúimmal magamnak. És akkor, hogy honnan vettem a bátorságot, nem tudom, írtam egy levelet, megvan a levél, 12 éves koromban Kabos Lászlónak, hogy hallgasson engem meg, és akkor anyám elkésett a Vidám színpad, a kis színpad, ami most a Kolibri Színház, és akkor ott a Kabos előtt megálltam, és előadtam a Futballbíró című magán számlát, és akkor nagyon megdicsért, megsimogatta a fejem, azt mondta, hogy nagyon tehetség, és kaptam tőle egy tábla kedvenc sokit, a papírja a mai napig be van, csak itt megzabáltam már gyerekot,
De, és úgy vártam, hogy most akkor az történik, hogy megsimogatott, majd bevisz, és aznap este már én játszom a főszerepet. De ez elmaradt, sőt, a darab 16 éve felül volt, meg sem nézhetem. Tehát ez nekem így indult. Hogy honnan volt ilyen bátorságom, nem tudom. Tehát így indult aztán el ez nekem. De én soha otthon nem gyakoroltam, nem ültem tükör előtt, ezek jöttek. Ennek meg volt olyan hátulütője, hogy volt egy olyan paródiám, hogy juhász előd. Ha még emlékeznek rá, a zenebutik, és ott én azt hittem, hogy én mindenkit tudok utánozni. És akkor fölvették a televíziós műfajt, mondom, csak fölvették a betét dolgokat, mint itt például, ami velem föl volt véve, és a juhász elődöt kellett fölvenni. És ott álltunk, 100-tagú stáb, mert akkor még annyian voltak, és azt mondtam, jó estét, itt a zenebutik, és azt mondta, ez nem a juhász. De mondom, de ez a juhász. Azt mondta, nem is hasonlít rá. És akkor kimentem, ültem a büfében, mondom, juhász elő, gyere meg. De nem jött meg a juhász. És gondolj be, amikor 100 pali így ül, mi van Gálvölgyiik, nem tudom, mi az Isten van. És akkor egyszer csak mondom, áj, zenebutik, megvan! Mondtam be, és akkor elkezdtük. De hát aztán soha többet ilyet nem csináltam már, úgyhogy nem mertem még egyszer megismételni. Viszont János, abban maradtunk, hogy azért megmutatja nekünk azt a képességét, hogy tud utánozni másokat, és remélem, hogy föl fogjuk ismerni, hogy nem emlékszel erre, hogy ebben maradtunk? Mert csak olyan furcsa nézel. Dehogy nem. Hisz, de jól megbeszéltük. Nem a képességemre kaptam, csak föl a fejemben. Ja, vannak neked képességek. De gondolj bele, bocsánat meg, akkor fölvételiztem a főiskolára, Fischer Sándor beszédtanár tanított engem, ő felvételiztetett, rettegett, te amikor még nem éltél, a televíziós bemondók rettegett tanára volt Fischer tanár úr, és amikor én bekerültem, ez a Ki mit tud után volt 3 hónapra, ugye nyáron volt a Ki mit tud, szeptemberben felvételiztem nála, rettegtem tőle, ugyanis például én úgy beszéltem, pedig pesti gyerek vagyok, nem azt mondtam, hogy egészségre, nem azt mondtam, hogy álom, azt mondta álom. Tehát magyarán mondta, hátul volt. Na mindegy, rettegtem, hogy a Fischer ki fog rúgni, bementem, azt mondta, Jánoskám, maga azt hiszi, hogy mindenkit tud utánozni, hallgassa meg engem, én kiket tudok utánozni, jó napot kívánok, és elkezdett utánozni színészeket, ő, nagyon rosszul. És néztem, mondom, édesik, ha most nem találom el, engem úgy kirúgnak, hogy na, de megfejtettem őt nagyjából, úgy, attól tartok, ők is így lesznek vele, de hát... Na, ugyanis, aki látta már az interneten, elég nagy nézettséget produkált Janinak néhány verse, például Kis Grófónak nem a Buli Báron című. Nem, úgy értem, nem. Hogy az előadásod, bocsánat, nem akkor tényleg... Bár a jobb lenne az enyém, akkor vállalnám. Tehát, hogy elmondta például a Buli Báron című verset, nagyon komolyan véve ennek a mély tartalmát és mondani valóját, és akkor arra kértük, hogy esetleg, hogyha lehetne, akkor Kis Grófónak egy másik gyöngy szemét itt elmondaná esetleg nekünk különböző hangokon, úgyhogy mi bekészítettük neked a szöveget, igen. Mert azt, ha esetleg nem emlékeznél. Dehogy nem, hát megbeszéltük. De most mi, hogy ők találják ki, hogy ki? Hát a végén megbeszéljük, jó? Legfeljebb aztán akkor majd mondjuk de neked, hogy... De hármat csináljunk, hogy ne legyen tényleg dögunalom az egész, mert... Hát de olyan hát, szép miért? Szöveg, tehát hogy ezzel nem értem, hogy most miért óckodsz ettől így rögtön az elejét. Jó, akkor hármat, de ez borzasztó színész, most előbb viccelt, azt hittem, hogy viccelt, amikor kérdeztem a Latin Amicsot. Nem tudják, tehát én amikor leálltam a színész paródiákkal, ez Márkus László halálának éjszakáján volt, amikor a kezem között halt meg, akkor úgy éreztem, hogy véget ért egy korszak az életemben, de azóta eltelt, ez volt 86 szilvesztere, december 30-a, és azóta eltelt, gondolj bele, hány év. És hát színész nem látni, tehát vannak azok a régi színészek, én 36 színészt tudtam utánozni, abból nem mindent. Azt mondom, hogy a Barsi Bélát, akiről csak hadd mondjam önöknek, fantasztikus színész volt a Körhintában, ő a Törőcsik Mari papája. Csodálatos színész volt, de ma már nem tudják, hogy a Barsi Béla ki volt. Tehát én tudtam Bazilides Zoltán, tehát azt se tudják, hogy élt. És ez borzasztó. Tehát én amikor jártam régen fellépni vidékre, akkor volt például egy pesti társulatom, egy ilyen keresemél, nem tudom én mi, de aha. Hogy elhagytam a határt, akkor a keres, már lecseréltem a kibédi erdélyre, mert a keresemét már nem nagyon tudták Szatymazon, a kibédi erdélyt se cekké tudták. Azt mondja, ez nagyon szép, ez olyan, azt mondja, mi a címe? Kis Grófó, a nézését meg a járását. Hát akkor kezdem, amit már említettem neked a Latin, mert annyira, ez, de tényleg szép, azt mondja, szegény vagyok, szegénynek születtem,
az én babám a legszebb kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért nem adnám. Menjünk tovább. Legyen mondjuk... Én nagyon szerettem Rajz Jánost. Uh-huh. Nem tudom, emlékeznek Rajz Jánosra, ő volt a dollárpapa. Egy csodálatos, kicsi, érdes ember volt, és mindig ilyen lepusztult öreg embereket játszott, és autogramgyűjtő gyerek voltam, és akkor egyszer Rajz Jánost kiszúrtam. Ő táncos komikus volt Szegeden, de aztán Pesten a Nemzeti Színház tagja volt, mindig baromi elegáns volt, és nagyon peckesen, gyorsan ment az utcán, és szaladtam utána, és mi jössz egy autogram, nem állt meg. Egyszer csak megállt, megfordult, és mondta, hogy hívnak? Mondtam, Gál Völgyás, szarok rá, engem hogy hívnak? Amikor fiatal színész voltam, és kértek autogramot tőlem, akkor ezt én átvettem. Mindig megkérdeztem, tudod, hogy hívnak? Azt mondtam, odaírtam Csortos Géza, olyan adtam, Jávor Dezső, minden volt. Na, legyen Rajz János, tehát ő volt Szabó család, dollárpapa. Az én babám a falu legszebb lánya, hogy ne volna, hisz én vagyok a párja, mert a nézése, meg a járása, csípőjének a ringása, 100 aranyért nem adna, 100 aranyért nem adna. Akkor legyen még, én az kolléganők közül, kolléganő, bocsánat, Tordi Mária volt az első csodálatos énekesnőnk, akit én először tegezhettem, amikor elmentünk Hakniba, azt mondta, hogy tegezz, és hát baromi, alig vártam, hogy bárhol találkozok a Tordi Mária, azt mondta, szervusz Mari, büszke volt. A Feleki Kamil volt az első, akit visszategezhettem. És akkor legyen a velegik, ami ő volt Miska pincér, meg minden volt, meg állami járás, Klauzius bácsi, minden. Beküldöm lovam a piros almazám, beküldöm szívem egy gyönge violám, lovamat eloldom, mikor a hol szülsem, de tőled violám, csak a halál oldám. Akkor legyen még egy intellektuális rá, de nem Sáros László, jó? De hát akkor ezt felállok, azt mondom. Ezt még elmondom. Régen, abban az egypárt átkos rendszerben, az olimpia előtt Tatára szerveztek egy ilyen, nem tudom milyen műsort, és valami őrült szervezőnek az volt az ötlete, hogy ketten mentünk. Mensáros László, Gálvölgyi János. És nem mondom meg a sportolókat, neveket is mondhatnék, megérdemelik, de mindegy. Ültek kérek szépen a vietnámi papucs fönn az asztalon, és a Mensáros kiállt, azt mondta, Radnóti Miklós, Radnóti Miklós, hete Pikekló. Hangosabb, azt mondta, és maguk nem lesznek olimpiai bajnokok, és erről. És akkor jöttem, én mondom, gyerekek, hallgassatok, meg nagyon kicsi a gázsim, és ha nem hallgattam. Így vagyok én most ezzel, tehát Mensáros László. Kis grofó, a nézésétek a járását. Mert a nézésétek a járását, csípőjének a ringását. 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért nem adnám, mert a nézésétek a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért. Hát ennyit tudtam. Nem mondhatod, hogy ez nem okozott neked. De ez nem volt megbeszélve, esküszöm. Ugye hát ne, beszéltünk róla, hogy legyen, de nem. Hogy mit mondt kell? Hogy ez nem okozott neked örömöt? Nem. Miért okozott? De nem. Igen. Parancsolj. Ne, szépen köszönöm a lehetőséget. De egyébként szeretsz megszólalni, mert sok hangján, tehát most még azért szoktad szórakoztatni, nem, mondjuk a... Nem, abszolút nem. Tehát, hogy ezzel most tulajdonképpen rosszat is tettünk neked.
Nekem nem, hát nekik tettünk hozzá. De hogy érted, hogy megyek az utcán, azt mondom, ezt hallgattam. Nem. Így értem, hanem hogy nagyon sokszor szokták azt mesélni színészek, hogy összeülnek a színészbüfébe, és akkor egymást parodizálják, meg szórakoztatják. Egyrészt nem ülök a színészbüfében, majd itt kezdődik. Nem vagyok büfészínész, tehát nem szoktam. Meg nem. Nem barátkozol a többiekkel? Vagy? De ez mit jelent a barátkozás? Hát ez egy olyan fura dolog, hogy ha olyan a csapat, ez olyan, mint a nyaralások, tudod, amikor ugye most már nincs társulat, tehát nem vagyunk egy színháznál, hogy állandóan együtt lennénk. Vannak darabok, ahova összejövünk, 8-an attól függ, és hála Istennek, én úgy vagyok, hogy olyanokkal már nem kell nagyon összejönnöm, akikkel az ember nem szeret. Hajdú Sztivet említetted, például a 10 kicsi Indiában, nem tudom, hogy kell mondani, az a cím, hogy és már akkor se nem aztán a nagymamám, mert így publikus, így lehet mondani, mert se 10 kicsi négert nem lehet mondani, se 10 kicsi. De ott van egy baromi jó csapat, a Csonka, a Hajdú Sztiva, Benedek, és nem. És ott nagyon jó, leülünk és röhögünk sokat. És a Benedekkel ketten úgy ülünk ott, hogy mi mondunk neveket, mi tudjuk ketten, hogy kiről beszélünk. Ezek a gyerekek, Hajdú Sztiva, meg a édes Csonka bandiék, ezek azt se tudják már, hogy nem mondjuk a bandikkal tudja, de egy korosztály van köztünk, több. Mondtad ezt a társulatot, azért sokan panaszkodnak arra színészek közül, hogy ők szeretnének igazából társulathoz. Én is. Te is? Tehát én ugye az 50-ből 25. éve vagyok a Madár Színháznál. Örülök, hogy beengednek még, mert mit lehet tudni. Ott volt premiérem, azt hiszem 4 évvel ezelőtt utoljára, és hát 4-5 havonta van két előadásom, és mindig van egy kis gyomorreszketés bennem, de nem azért, hogy beengednek, hanem hogy találok majd haza minél előbb, ha nem engednek be. Ugye, ha jön a portás, hogy hova megy. De ott még álmaim álma volt, hogy a társadalmi tag legyek, de ma már aki arra jár, ki van téve a neve, úgyhogy meg hát múltkor valamit próbál, olyan, mint ipari tanulintézetben rohangálnak emberek, de hát ez az én bűnöm, hogy nem kevésen tehetségkutatót látok. Ha látnék és megegyeznék egy nevet, már jövő héten van egy másik helyette, úgyhogy ez olyan, mint a papírzsebkendőt sem szoktad megegyezni, mert eldobott. Ezek itt jönnek egymás után. De akkor az azért zavar téged? Tehát azért engem ezt... miért zavarna? Én zavarom már őket, szóval bánat lehet ez, aki megy. Igen, úgyhogy nem zavar. De több színházban játszott, a játékszínben is vannak darabjaid, most ugye... Operett színházban az Operett színházban, most volt nemrég a bemutatója itt Pesten, az Ének az Esőben, te játszod a producert. Igen, és ezen kívül ami nagy szerelem nekem a belvárosi színházban, a Orlai produkcióban, a Hullaégető, amit én nagyon-nagyon szeretek. De mondom, úgy nagyon büfézni, én a Madásban sem büféztem, úgyhogy ott van egy nagyon, na mindegy, ezt hagyjuk. Egy édes büfés, és mindig mondja, hogy főzne. És mondom, de én nem szoktam fölmenni a büfébe, tehát hiába is csinál nekem bármi. A Hullaégető, azt tulajdonképpen nagyon-nagyon régóta szeretted volna eljátszani, de valahogy nem találtátok a megfelelő formát. És végülis a feleségednek köszönheted, aki a könyvet úgy át tudta forgatni, hogy abból egy előadást lehessen létrehozni. Annyi mindent köszönhetek neki, ezt is. Úgyhogy igen. Na mi mindent sorolt, hogy mi mindent köszönhetsz neki? De milyen hosszabb is? Én valóban ez egy 40 évek körülbelül annyi ideje akartam megcsinálni. Látod, mindennek eljön az ideje, úgyhogy a döbbenetes az, hogy soha olyan aktuális nem volt sajnos a darab, mint amilyen most. Vagy ez a Ladislav Fuchs regény, mert ez egy regény volt eredetileg, aztán egy ragyogó csehszlovák film volt belőle, és ebből készült ez az előadás. Sikeres egyébként? Tehát a... Hála Istennek, igen. Ki lett próbálva, én nagyon féltem, mert voltak már fiatal, abszolút fiatalok voltak, és ilyeneket szoktak mondani kollégák, hogy megvárnak a végén, könnyezve köszönik meg az előadást, de szoktak ilyet mondani, én nem, de most mondok egy ilyet, hogy megvárt például egy fiatalember, és nagyon féltem, mert csupa gyerek volt, döbben csendben hallgatták végig, és a végén nagy siker volt, és azt mondta, hogy ő most tudta meg, hogy mi az a színház, hogy miről kell szólni egy színháznak. Persze, hogy jó játszani, én sok vígjátékot játszom, és mindig védekeznem kell, hogy elnézést kérek, hogy én csak olyanokat játszom 300-as szériákban, amin nevetnek, de néha jó nekem, hogy valami más csinálok. Drága uram, az önkrit, itt ülök lakásom legkisebb helyiségében. Előttem az önkritikája, nem sokára mögöttem lesz.
Na csak ne sírj, ez nem mit tudunk, zárt. Légy okosabb, mi nem sírunk, ezt nem szabad. Azért nem úszod azt meg, hogy elmondd, hogy mit köszönhetsz a feleségednek, mert elegánsan nem hallottad meg azt a kérdést. Dehogy nem hallottam. Csak nem akarsz rá válaszolni? De hogy mit kell. Hát azt, hogy itt ülök például, és ebben minden benne van. Úgyhogy dehogy nem. Hát rengeteg mindent köszönhetek neki. Mindenki mögött, ugye, vagy sikeres férfi mögött mindig van egy sikeres nő, vagy fordítva. Úgyhogy az én drága apósom, akit úgy hívnak, hogy Rodolfo, azt mondta annak idején, jobban örülne, hogyha én lakatos mester lennék, és ha ütke egy lakatos mester, ez benne feleségül, de ezt ő sem gondolta komolyan. Úgyhogy nem, hát hála jó Istennek, ez nagyon szép az én életem, meg a pálya itt kívülről, de hát azért szegénynek nagyon sok mindent végig kell mellettem. De mit mondják? Hát hívd meg legközelebb hogy rengeteg könyvet fordított, nagyon sokan jó tud mondani dolgokat ő is. Olyan aranyos volt különben, mert valahol, lehet, hogy talán a Nők lapjában, nem tudom, készítettek vele egy interjút, és akkor mondta, hogy egy darabig ő volt a Rodolfo lánya, aztán ő lett a Gál Völgyi felesége. És végig is a műfordítás az azért jó neki, mert ez a saját terepe, tehát saját jogon tud dolgozni. Igen, mert ugye az volt, hogy akkor biztos a papa, biztos én, nem tudom én mi, de hát aki ismer engem, azt például én játszottam, itt megy különben a Alföldi Robival, a Molnár Ferenc 1-2-3 című darabja, abban van egy angol mondat a Norizonnak, amit én magam is játszottam, és ez 70 oldal, rengeteg szöveg, és ezt így tudtam, azt az egy angol mondat, attól rettegtem már előző este, hogy és az egy, azon legyek túl, az egy angol mondaton, és akik látták velem az előadást, azt mondták, jó, nem tudom, de az amit beszélte, az, de mi, az angolul volt? Mert azon olyan gyorsan akartam, hogy how do you do this, és például én soha nem tudtam halandzsázni, tehát erre nekem semmi fülem nincs. Hát minden valamire való útvaros parodista tud németül, angolul, oroszul, csehül halandzsázni, én nem, erre nincs fülem. A filmek azok miért kerültek el téged szerintem? Én azt hiszem, te nézd, az igazság az, hogy én nagyon korán bekerültem a televízióba, és akkor én megkaptam filmrendezőtől konkrétan azt, hogy nagyon ismert az arcom. Tehát én nagyon sok dologban voltam benne a televízióban, hála Istennek vidám dolgokban, mondom ma már, hogy hála Istennek, akkor is azt mondtam. Tehát nem tudom. Szabó Istvánnal beszélgettem egy ilyen rádiós műsorban, és azt mondta, hogy vannak színészek, nagyon jó színészek, nem rólam beszélt, akiket nem szeret. Van, akit szeret a kamera, és van, akit nem szeret a kamera. Nem ez a kamera, amelyik itt kering fölöttünk, hanem hogy valakinek az arca a filmen jó, és valakinek nem jó. Ez nem volna semmit a színészi képességében. Mondom, nem magamról beszélek. Nem tudom, te, nekem valami mázi volt, egy filmem volt a Csili Baba, annak nagy sikere volt, ezzel le is tudtam. Tehát a nekrológom nem lesz hosszú ebben az izében. Jó lett volna, dehogy nem szerettem volna, de azokban a filmekben, amik akkor készültek, hát most mondta, eljátszottam volna annak idén 50 film főszerepét, ülnék én itt, azt sem tudnád, hogy vagyok. Hát vannak kollégáim, úgy mennek végig az utcán, hogy mint a gyúl, hát azt sem tudják, hogy léteznek. És rengeteg film főszerepét eljátszották. Előbb azt mondtad, hogy néha szabadkoznod kell neked azért, hogy te olyan szerepeket kapsz, igen, ahol nevettetsz. Ez zavar valamilyen szinten téged, hogy igazából beskatolyáztak, és mondjuk tényleg egy kicsit meg kell világítanod, hogy jó, akkor most egy komoly darabban mutatom meg a tehetségemet, vagy a sors egyszerűen így hozta, vagy mondjuk neked is van ebben azért szerepet. De nekem meg a közönségnek ezzel soha nem volt problémám. A idióta kritikusoknak van problémájuk vele. Az én általam szeretett, tisztelt Bodrogi Gyula mondta, és most nem önöknek akarok kedvezni, hogy a közönség nem hülye. Tehát a közönség beül egy darabra. Azt mondja főszerep Gál Völgyi János, Édesanyám kalandjai című darabot játsszuk, azt mondja, ez most nem a Gál Völgyi show lesz, és nem az lett. Tehát a közönség nem hülye, pontosan tudja, hogyha beül a hullaégetőre, nem azt fogja kapni tőlem, amit elvárna vagy be. De ha olyan hülye, hogy arra jön be, és azt kapja, akkor megérdemli, akkor legyen az ő baja. De én... De a
kritikusoknál pedig ez egy nagyon... Én olvastam kollégáknak a könyveit, Al Pacino, Robert De Niro. Hát az Al Pacinóról életében egy jó hangot le nem írtak odakint. Most mond. Van egy angol színésznek, tulajdonítják ezt a mondást, azt mondta egy kritikusának, vagy azt írta, drága uram, az önkrit, itt ülök lakásom legkisebb helyiségében. Előttem az önkritikája, nem sokára mögöttem lesz. Úgyhogy én ezzel így vagyok, tudod, úgyhogy... Körmendi János azt mondta, aki neked pénzt ad, adott már apuskám neked egy kritikus pénzt. Mondom, ne, hát akkor meg... Az hogy jött, hogy elkezdi a rádióműsort is vezetni? Mert a tévében csináltad azt, amit tőled megszoktak, de a rádióműsorban valódi műsorvezetőként másokat kérdezel, kultúrát népszerűsítesz. Kérlek szépen, te még nem éltél akkor. Volt a Magyar Rádióban egy Petőfi adón egy kívánság műsor, 2-től 5-ig ez volt a cím, 2-től 5-ig volt, és abban volt egy Vértesi Sándor, Erdei Klári páros, nem tudom, és egyszer csak abban elkezdtek újítani, és jött Takács Marika, Gálvölgyi János, és ez nem tudom hány éven át, minden második héten hétfő délután élőben ment ez a műsor, amit én vezettem, bocsánat, Marika, meg én vezettünk. Volt a televízióban olyan, hogy Tizentúriak társaság, ez egy élő műsor, vagy gyerekműsor volt, azt is én vezettem. Volt 83-ban egy Ki mit tud, amit én vezettem, élő műsor, nagyon szerettem az élő műsorokat, és aztán megkérdezték, a Bolgár Gyuri elment, nem tudom, Ausztráliába, és megkérdezték, hogy a Bolgár Gyuri műsorát helyettesíteném-e, az engem nagyon izgatott, és azt megcsináltam, és azt mondták, hogy nincs kedved ilyenhez. És akkor azt mondtam, hogy van. Ebben a műsorban senki nem mondja meg, hogy kit hívjak meg, miről beszélgessek vele, én politikáról nem beszélek, és olyan emberekkel találkozhatom, a Csányi Vilmostól kezdve a Szabó is van, akivel különben hát hol ülnék le vele beszélgetni, vagy hol ülne velem le ő. És sokat készülsz ezekre a műsorokra? Én készülök. Azt, hogy sokat, ez kérdés, hogy kinek mi a sok. Én nekem van egy gyorsolvasó képességem, én kapok egy háttéranyagot, én azt becsülettel elolvasom, és én szoktam írni 2-3 oldal kérdést, de meg szoktam hallgatni, hogy mit mond az illető. Tehát nem ragaszkodom ahhoz, de hogyha... De van olyan, hogy... Ha kifogsz egy olyan palit, például most, hogy kifognál egy olyan, hát ami nem én vagyok. Nem, nyilván nem is írok. Igen. Hát. Na most a rádióban azért ez baromi kínos, tehát az egy órán keresztül, hogy hát ha tőmondatokban beszél, akkor nekem valamit kell produkálnom. Úgyhogy ezért én készülök belőle. De az nagyon nehéz az előtte levő negyed óra, hogyha megjön az illető, hogy ne olyanról beszélj, tehát akkor beszélek a mamájáról, mindenkiről beszélek, hogy ne arról beszéljünk, amiben benne halálra unnom, hogyha elmondja még, mert szokták mondani, hogy azt fogom majd elmondani, mondom, azt ne mondd el, mert engem még nem érdekel, abszolút, itt se érdekel már, de benne aztán meg pár, úgyhogy az nehéz. De különben ez a gyorsolvasási képességed, amit előbb mondtál, ez tudatosan, mert ezt elméletileg lehet tanulni, vagy ez is csak nem. Úgy jött neked? Így születtem. Hát ja, bocsánat. Mert én elmentem egyszer egy tanfolyamra, nem sikerült elsajátítanom. De nem, tehát, ez biztos, hogy megint csak egy dolog, de ugye parodistaságom, hogy ránézek egy oldalra, és nagyjából meg vagyok vele. De ha élvezetből olvasok Márait, Karint, nem tudom, hát azt nem így szoktam olvasni, de nagyon hasznos például a színdarabnál, forgatókönyvnél, hogyha az ember gyorsan át tud valamit futni. Ugye most is mondod a parodistaságodat, ugye nagyon sokáig úgy hívtak téged, hogy a Magyar Benny Hill, és nekem valaki azt mondta, hogy ti leveleztetek is egymással. Hát azt, hogy leveleztünk, ez egy erős túlzás. Kikerült hozzá egy kazettám, és ő írt nekem egy nagyon kedves levelet, ami esküszöm, hogy megvan, be van keretezve a szobám falán, meg küldött rengeteg fényképet dedikálva, hogy szeretett mesteremnek, Gálvölgyének, Benny Hillnek, nem tudom én mi. És akkor tényleg megvan, nem én hamisítottam. És akkor a televízió, akkor még a Király TV-ben volt Gálvölgyi show, fölmerült, hogy lehetne egy közösen csinálni valamit. És akkor elkezdett a televízió vele levelezni, már az ügynökségével, és akkor fölmerült, hogy valamikor majd egy év múlva, amikor össze, és akkor fogtam magát, azt mondja, én nem várom tovább, azt meghalok. És akkor meghalt. És aztán ez most egy kicsit el van csúsztatva, tehát valahol majd összejön. Tudod, van ez a nagyon édes, a két színész beszélget egymással. Hogyha az egyikük meghal, akkor valahogy üzenjen, hogy van-e más világban, nem tudom én mi. És az egyik színész valóban meghal, és egy hét múlva csöndbe a telefon otthon a másiknál, aki itt maradt a földön, és mondja, szia, hol
hol vagy? Itt vagyok fönn a Mennyország, és mi van? De Isten, olyan színháza, nem tudod elképzelni, olyan társulat van, olyan kolléga, szervus csókolom, Bajor Gizi ment el mellettem, te Isten, és ki van írva egy új darabot, elkezdünk próbálni egy hét múlva, olyan szereposztás, Latinovics, Csortos Gyula, Kabos Gyula, Básti, Rutkai Éva, minden, és na, és van még egy jó hírem, azt mondjad, mondjad, mi, te is benne vagy a darabban. A paródiáidon egyébként volt, aki megsértődött? Annak idején nem, de Ajtai Endor megsértődött, életemben nem találkoztam vele, nem, más nem, nem, nem. Sőt, hát Márkus Lászlóval a barátságunk úgy született, hogy ő teljes oda volt. Én a Latinovistól rettegtem például borzasztóan, és amikor a középdöntő után lementünk a fészekbe leendő feleségemmel, akkor nyár volt, és a Latinovics ült valahol a sarokban a fészek kertességében, és megláttam a bejáratot, és kiszaladtam a dobutcába. És akkor jött utánunk egy ismerősünk a fészekbe, azt mondta, mi van, mondom, ott ül a Latinovics, és meg fog engem ölni. Azt mondta, ne, gyere, Zoli, gyere ide! A Latinovicsnak mondta ez az illető. Oda jött a Latinovics, és gratulált, és nem tudom, és azt mondta, egy próba, Gábor Miklós, nem kellett volna annyit csinálni. És ennyi, és akkor által kezdve jobban volt. Nem, nem, senki nem volt. Ezek voltak a színész kollégák, amikor már olyan műsor paródiák voltak, akkor volt, uh-huh. volt, ketten voltak, azt hiszem, uh-huh. nem tudom hány év alatt. Úgyhogy... Na, hívtunk valakit hozzád. Sikerült, most meglepjelek. Ezt most tényleg nem. Azt hiszem, egyedül leszek is. Fizetek, azt megyek haza. Igen. Még az is eljönne, aggódja. Aki sokszor szerepelt Jani paródiáiban, de az biztos, hogy soha nem sértődött meg, olyannyira nem, hogy most hozott is neked valamit. Gyurikám, foglalj helyet! Hát ez tényleg meglepetés volt. Ő mindig ilyenkor magázni szokott engem. Tényleg? Rózsa úr, Gálvör, igen. Azt mondták, Dunaui városban az ilyen szocialista város volt, hogy Gyurikám belőled a Gálvölgyi csinált urat, mert ugye mindig azt mondta, hogy Rózsa úr az elvtársi korszakban. Ja, Isten, tényleg meglepetés volt, ez most nekik mondom, mert úgyse hiszik el, de tényleg. De jó, de egymás mellett lakunk majdnem. Tedd már hozzá, akkor jöhetetek is volna együtt különben. Igen, hát kimarad a taxiszállal. De jó meglepetés, tehát nyugtass már meg. Igen, és akkor visszaugrok arra a szovjetunióbeli utunkra, amikor a Oleg Popov, amivel, hát nem, még ébren van valaki, mentem a zenét. Figyelem majd. Szóval, amikor főiskolások voltunk, volt egy tolmácsunk nekünk, Szovjetunióban. Tudod ki? Na. Na, Boris Rózsa. Voda! Ennyit tudtál? Nem igazi tolmács voltam. Mert kint tanultál. Hát kint voltam ilyen részképzésen, ott írtam a szakdolgozatomat. Az volt Magyarországon. Milyen részedet képezték már? Lefelé ne nagyon néz, emeld meg a tekintetet. Szóval ott írtam a szakdolgozatomat, az volt Magyarországon az első televíziós témájú szakdolgozat. És egyszer csak megérkeztek a színművészetiről küldöttségként, oda egy ilyen három hétre jöttetek, két hétre, igen, három igen, hétre. Igen, igen. A Jánosék, Kutvölgyi Erzsi, a drága emlékű Kalocsai Miki, és hát a Gálvölgyi, ami már akkor azért a Gálvölgyi volt. És elhalmoztak engem különböző megbízásokkal, hogy Kiev fényképezőgépet kell venni, meg annak, azzal a csajjal meg kell szervezni a randevút, meg szóval mindenfélével. És meghívtak minket a világ akkori, majdnem, hogy azt mondom, leghíresebb színházi rendezőjéhez, a Topstonogovhoz. Nekik ez egy tényleg óriási megtiszteltetés volt, meg minden, hogy a Topstonogov fogadja őket. És leültünk, és mikor mentünk befelé, mondom, gyerekek, ez most egy kicsit furcsa fordítás lesz, mert annyi feladatot adtatok nekem, én mindig mondom majd, hogy mit kell csinálnotok, és ti csak azt csináljátok, és közben meg mondom az információkat, hogy mit intéztem, mit nem intéztem. Bementünk, leültünk. Elkezd beszélni Topstonogov, mondja nagyon komoly dolgokról. Én megmondom, gyerekek, most egy kis mosoly, nem nagy, csak egy nagyon kicsike. Egyébként a Gálvölgyinek megvan a Kiev fényképezőgép. Közben az Asher, kérdezd meg, Gyuri, hogy hány órát, hány hónapig próbál? Igen, hogy próbál, stb. Mondom, a
Zsike mehet a nem tudom, rajzkészletér, vagy valami, azt mondja, most nagyot röhögjetek, nagyon vidáman, igen, nem kell ennyire, most egy kicsit lejjebb, vagy valami, és közben mondtam állandó, hogy mi van elintézve, és mindig mondtam, hogy most bólogassatok, most gondolkodjatok el nagyon, meg minden. A végén, vége volt, kijöttünk, Topsztonogó odajött hozzám, és megköszönte, hogy ilyen értő tolmácsolás, mert látta, hogy annyira tudják, hogy... Hozzá kell tenni, hogy világnagyképű Pali volt, úgy beszélt, hogy ilyen sikere életében nem volt. Az biztos. Gyuri, egyébként tényleg nem sértődtél meg azokon a paródiákon? Én szerintem elmebeteg, aki ilyenem megsértődik. De hozzá kell tennem, hogy a Gyurival mi, hát innen van az ismeretségünk. Igen. Tehát, 1971-et írunk. Igen. És amikor a Gyuri átvette a kapcsolatomat, akkor mi olyan jobban voltunk, hogy akkor a nyaraló volt, mindegy. Följött a Gyuri megkérdezni, hogy átvegye a Vitraitól a kapcsolatomat, és mondtam, Gyuri, eszedbe ne jusson, tehát átvette. És akkor... Jó, de ez azóta is tart, bármit mond, azonnal megcsinálom az előkezdést. Azt mondta, átmenjek a sportosztályra, mondom, Gyuri, eszed, átment. Na mindegy, lényeg az, hogy, és akkor azt mondta Gyuri, hogy nézzem meg, hogy nézzelek téged. Igen. És akkor nekem a televízió, volt egy Tália kabaréval, volt egy paródiám, Egri Jánossal lehetett kérdéseket. És a Gyuri bejárt hozzám, mint barátom, és ott állt mindig oldalt, és azt mondta, hogy én mindig az Egrit csinálod. És akkor nekem már összeállt nagyjából a rózsa, amit aha, én láttam, és fölírtam magamnak, hogy Gyuri, ne nyald a szád, ne így áll annyi vizet, ne beszélj anyádról áll. És akkor ezeket és akkor ott egy estén egyszer csak azt mondtam, na akkor most megcsinálom az Egri helyett a rózsát, mert bennem már így megvolt, és akkor abból ez a Tália színházban volt, és akkor abból született. Na most hiszed, nem hiszed, mert bocsánat, hogy ilyet mondok, de én néha bementem kívülről, hátulról nézni, úgyhogy ne vegyenek észre a nézők, meg ott vagyok, mert halálra röhögtem magam mindig. De annyira röhögés volt a színházban, hogy a végén néha odajött hozzám a két idős jegyszedőnén, és azt mondja, Rózsa úr nem fogja elhinni, mi történt, mondom, a második sorban mondom, mi történt. Két idős hölgy bepisült közben. Különben is bepisültek volna, de hát... Na te, halál ott volt! Az igazság ott az kérdezik. Ott a jegyük. Gyuri a legjobb közönségem, tehát ha például olyan előadás van, akkor én hallom, hogy ott a Gyuri. Igen. Hát annyira, hogy amikor a Bodrogi volt a Vidám színpad igazgatója, akkor ha meglátott engem az előcsarnokban, az elsősor közép Rózsa viszi magával a közönséget. Igen, van ilyen ember, van szomorú ember, nem magára mondom, csak nyugodtan szomorkodjon tovább. Nem, régebben én nem szoktam lenézni, mert innen az ember csak úgy néz, hogy egy ilyen masszát lát. Annál borzasztóbb, én sem látok olyat, hogy... Ez a másik meg a telefonos, akinek világít a pofája, mert én vele, hogy miért megy színházra, nem, de otthon ül a slezon, igazán. Úgyhogy, de van olyan, hogyha van egy Rózsa Gyuri, az úgy viszi a közönséget, és van, amikor ott az átkozott manók ülnek, és így ülnek. Mindig mondom a kollégáknak, azt mondom, de gyerekek, mondom, hazafelé egy élmény lesz. Megdumálják annyiban, mit láttunk, és akkor... Földolgozzák, amik hazaérnek. De gondold meg, Szilvi, hogy ma már fölnőtt egy olyan generáció, itt is minek jó párom biztosan belőle, akik nem látták a kapcsolatomot soha életükben. De mivel ezt a paródiát messze a legtöbbször ismételték a magyar televíziózás történetébe, ezért rengetegen tudják, hogy mi az a kapcsolatom című műsor. Hát tulajdonképpen a Jani belül téged a történelembe. Nem engem ismernek meg, hanem a Gálvölgyit. Ahogy Rózsa. De nekünk annyi mázink volt. Hát hogy vagyok egy Rózsa? Televíz... Hogy vagyok Rózsa? Én annyi pénzem lenne, hát van, ahányszor én csináltam, beszéltünk még, emlékez, aki ébred, az elején, hogy Hakniról, én rengeteget léptem föl, és akkor mindig az volt, hogy most Rózsa György kapcsolatban, de jó, leültem. Művész úr, víz, mondom, itt van, itt van. Ezt nem tudja, mert akkor nem volt ott. Úgyhogy, de tényleg én rengeteget csináltam ezt, és de hogy most nagyot fogok nyalni a Rózsának, de ez attól működhetett, hogy a Rózsa György volt baromi népszerű, meg a kapcsolatom. Az árnyoldalának meg volt ez a rengeteg névtelen levél, amit szoktak kollégák hazudni össze-vissza, hogy hány ezer levelet kapnak. Nem kapnak. Mi kaptunk, nem mi a televízió, hogy vagy a Rózsát gyilkolj, ölik meg, mert úgy utálják, mint a bűnt, vagy engem, mert úgy utáltak,
engem, hogy az ő Gyuriukat, az ő édes, fölnevelt, cserében nevelt Rózsa Gyuriukat, hogy mit merészelt ez a rohadék. De tud ki, hogy a Gyugyót, úgy mondtad, nem a Gyugyót. Gyugyónak hívott. Várj egy picit, a Gyugyó, na hány, meg bocsánat. Mert én hoztam rendes ajándékot. Azt hittem Gábor paródiákra. Hoztam rendes ajándékot is. Én azt gondolom, hogy ez lesz, mert tudom, hogy gyűjtöd a bohóc babákat. Ez lesz a Gyugyó baba, jó? Legyen a neve Gyugyó. Nagyon szépen köszönöm. Akarod megkeresztelem. De mi ezt vízzel el szentet? Hogy? Vízzel el? Abszolút. De hát nektek az egyéb más kapcsolatotok is van, mert hát hiszen Gyuri, te producere is. Ja, úgy írok, hogy lássa. Ja, az idél, nem akarom igen ezt a... Mint ha tükör lenne. Mint két tojás. Ja, és aztán producerem volt, nagyon jó producerem volt a Gyuri. Igen, hát te voltál igen. Hát ez az új Gálvölgy is volna. Nem csak nekem, hanem ez nagyon jó. Gyuri nem csak, nem csak vizet, meg egy boholcot hozott neked, hanem készült még... Ugyanis, ugye? Hát most lassan elájulok. Na most várjál, most várjál, mert erre lehet, hogy ráfizetsz. Eddig nagyon menő voltál. De van-e kedved velem játszani? Na most hozz azt, amit szoktál, hogy Rózsa úr magával. Játszom magával, hozzá nekem. Mire gondolj? Megmondom. Tényleg sokszor... ez nincs megbeszélve, komolyan. Én nagyon jól csinálom, de tényleg nincs. Többi minden, tehát nem tényleg nincs. Sokszor esett szó, itt közben hallgattam azért kint, a Feleki Kamilról. És biztosan hallották az idősebbek meg különösen, hogy a Feleki Kamil és a Honti Hanna nem voltak valami jó viszonyban. Tehát mondjuk mindenki azt hitte róluk, mint rólunk is eleinte a Jancsival, hogy mi haragban vagyunk, vagy utáljuk egymást, pedig hát... Nem. Pedig ők tényleg utálták egymást. Na de mi nem? Nem, nem. Hát a Gálvölgyi nem akart tőlem gyereket, mindegy, nem érdekel. Na, szóval ők nagyon utálták egymást, és a Feleki Kamil egy csomószor megcsinálta azt, hogy mikor a Hontinak valami nagy száma volt, jött előre, és ott énekelt, hogy valami, akkor a Feleki Kamil mélyen a színpad mélyén, vagy valami, elkezdett valamit csinálni, és egy szót nem szólt, de senki nem figyelt a Hontira, mindenki a Felekit nézte. Na most arra gondoltam, kedves művész úr, drága, hogy én itt elénekelnék, majd borzalmas lesz, előre szólok, egy érzelmes, hogy lássák, hogy mennyire szeretjük egymást, egy érzelmes mélabú sanzont. Már beszarok a rögét. Na most, igen. Bocsánat, hát miért? Igen. Na most, na most. Mondtam, hogy vizuális vagyok, te láthatatlan. Igen. Na most, jó. Na most, neked egy szót nem szabad szólni, igen. Viszont minden más megcsinálhass, hogy ne rám figyeljenek. Gyurikám, ez nem kell énekelni. Hát, az elég, hogy itt ülünk ketten. Hát. Na jó, bírod, nem bírod? Behoznak zongorát. Jó? De ekkora föl vagy. Lesz itt. Én, ha rólad van szó, az utolsó fillére még a 20 forintból nem kérlek. Na most ez pillanat, tényleg hoznak egy Bösendorfert neki, megölök. De most következő van. Ha pofákat, vagy egyáltalán ha reagálok, akkor úgy néz ki, hogy ez illetlenség a Gyurival, mert ő közben ne, ő nagyon szépen akar majd, ami nem fog menni neki, de ő nagyon... Na de pont ez én gyönyörűen megpróbálok, hát ameddig bírom a rögésnek, megpróbálok, de... Nekik lesz nehéz, de hát Istenem, most már eddig kibírták. Na nézzük meg, akkor Rózsa Gyuri énekel, és zongorán a gyereket leteszem aludni. Ja. Különös, megáll a növés. Igen, lehet, hogy ez már 16-os karika. Nem, szóval... megáll a növés, de esküsz, hogy énekelni fogsz. Készülj fel a legrosszabbakra. És akkor Rózsa Gyurit zongorán jó. Kíséri, Szilasi. Fölkelhetsz mindent, sétált, azt csinálsz, amit akarsz. Szilasi Nelli fog kísérni személyt. Szilasi Nelli, bizony, gyere be Nelli. A Krizsa színpadán fogadják sok szeretettel, Szilasi Nelli. Egyik legjobb. Hát fiam, tessék. Nem szólalhatsz meg közben. Ne, csak ne. Mozogás, bármi lehet, jó? Nelli, te már hallottad? Nézd meg, milyen meggyötört az orta szegény. Szilasi Nelli a világ csodája. Komolyan mondta, a svábbograt lekíséri a falról. Teljesen mindegy. Vérekezt azt mondja, hogy... Nem, biztos. Én csak önöknek mondom, biztos kitüdő lesz. Én már teljesen egy marékkor vagyok. Egy címet kérnék. De mi, majd hallani nincs, fogod. De nincs címe. De van címe. Hallani fogod. Az elején mindjárt elmondom a címét, jó? Jó, hogy nem a végén mondom. Gyere, kedves mellém, mielőtt még elmennél,
hogy még egyszer a szemembe néz. Ezek nem könnyű percek, érzem a szíved reszket, de a válásod mindig nehéz. No csak ne sírj, ez nem méltó búcsúzás. Légy okosabb, mi nem sírunk, ezt nem szabad. Mosolyogj, mintha nem fájna. Mosolyogj, még egyszer úgy, mint mikor ott megláttalak. Látod így, és most menj el, ilyen mosolygó szemmel. Mindig így fogok gondolni rád. Hagyd a könnyeket másnak, rád még szép percek várnak. Te csak menj, kedves, jó éjszakát. Hát ide jutott, aminek szerelmünk, annyi szép énkám. A sors ebbe is beleszólt, és nékünk válni kell, bárhogy fáj. Ülj, kedves mellém, mielőtt még elmennél, hogy még egyszer a szemembe néz. Ezek nem könnyű percek, érzem a szíved reszket, de a válásod mindig nehéz. No csak ne sírj, ez nem mit túlcsúzás. Légy okosabb, mi nem sírunk, ezt nem szabad. Mosolyogj, ha nem fájna. Mosolyogj, még egyszer mint mikor ott megláttalak. Látod így, és most menj el, ilyen mosolygó szemmel. Mindig így fogok gondolni rád. Hagyd a könnyeket másnak, rád még szép percek várnak. Na hát, menj kedves, jó éjszakát! Szilasi Neni, Rózsa György, Gál Mögyi János voltak a vendégek. Szilasi Neni, Rózsa György, Gál Mögyi János, Gyere Neni! Jó megérkezni egy színpadra, ahol az ember éppen cikizik. Leült valaki, és azt mondta, ön egy híres újságíró. Mondtam, tényleg? Igen. Azt mondom neki, ez egy ilyen miniszoknyás 20-22. Mondom, 20? De ha most egyébként választhatnál, hogy akkor innentől kezdve most más néven publikálsz, ami neked kedves, akkor visszatérnél a Péterhez. Hát sőt, a, Eszterházi hát a Péter leszel. Néven szerint. Smile.